Son Heung-min, a kétlábas koreai zseni, a világ egyik legkorrektebb játékosa. Azonban kis hián az ő karrierje is véget ért. Dél-Koreában minden egészséges férfinak kötelezővé tette az állam a 21 hónapos katonai szolgálatot. Ráadásul mindezt legkésőbb 35 éves korig kell teljesíteni. Ezt nagyon komolyan veszik az ázsiai országban. Hiszen annak idején a Gangnam Style miatt ismerté vált Psy elsőre felmentést kapott a katonai szolgálat alól. Csupán azért, mert a kormány tulajdonában lévő egyik szoftvercégnél dolgozott. Később lebukott, hogy rendszeresen koncerteket adott munka helyett. Emiatt 2007-ben végül be is hívták a hadseregbe. Viszont sportolóként csak akkor mentesülhet valaki ez alól, ha az olimpián bármilyen érmet nyer, vagy ha az ázsiai játékokról aranyéremmel utazik haza. Son rettegett attól, hogy ez nem sikerül majd. De nem sokára elérkezett az a bizonyos nap. A nap, amikor minden eldől. 2018. szeptember 1-e. Son és nemzeti csapata egészen az ázsiai játékok döntőjéig menetelt. A dél-koreai zseni tudta, hogy ha itt kikapnak, akkor a focival kapcsolatos minden álma szerte foszlik. A szerződését felbontják a Spursnél, és 26 évesen a legjobb éveit a katonaságnál tölti. Mindezek miatt extra motivációval felvértezve vágtak neki a döntőnek Japán ellen. Azonban nem alakult minden olyan simán, ahogyan Son tervezte. A találkozó állása 0-0 volt a rendes játékidő végeztével. Jött a hosszabbítás. Végül a 93. percben Dél-Korea megszerezte a vezetést. Son gólpasszt adott. Majd a 101. percben már 2-0-ra vezettek, ahol ismét asszisztot jegyzett. Japán csak egy góllal szépíteni tudott, a végeredmény pedig 2-1 lett. Son így maradt a Tottenham játékosa, és folytathatja a futballt, ameddig csak szeretné. Son egy elképesztő focista hatalmas szívvel. Ő Ázsia jelenlegi legjobb játékosa. Vajon meddig juthat még karrierje során?